Tovább fogjuk folytatni Izraellel kapcsolatos tanulmányunkat, és ezúttal meg fogjuk nézni, hogy kik Jáfet leszármazottai, mi az, amit ma tudni lehet róluk, és ezzel talán közelebb kerülünk az igazsághoz. A nemzetek felosztását valószínűleg mindenki látta már, vagy hallott erről, ez Bereshit 10-es fejezetben olvasható, de nem ez az egyetlen hely, ahol ezt leírja az írás. Mi azonban erre fogunk koncentrálni, és nézzük meg, hogy mi az, amit megtudunk. Bereshit 10-es fejezet első vers így szól. Ez pedig Noé, vagy Nah, fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek nemzetsége, és fiaik születének az özönvíz után. Elárulja azt, hogy ez a három gyermeke volt Noénak, és ezeknek a leszármazottai, akik az özönvíz után születnek, ezekről lesz szó. Kezdjük Jáfettel. Jáfet fiai Gomer, Mágog, Madáj, Javán, Tubál, Mesek, Tirász. Ezután láthatjuk, hogy Gomer fiai Askenáz, Rifát, Togarma, Javán fiai Elisa, Tarsis, Kitim és Dodanim. Ezután azt írja, hogy ezekből váltak ki a sziget lakó népek, az ő országaikban mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Nézzük meg még egyszer szépen lassan. Szóval Jáfet volt az, aki az ős atya ennek a népcsoportnak. Érdemes szerintem elfelejteni azt, amit az ember tanult az iskolában azzal kapcsolatban, hogy hogy lett a majomból ember, és aztán stb. Ugyanis ez egy merőben más képet fog festeni erről az egészről, és szerintem egyszerűbb lesz megérteni, hogyha mindenki megpróbálja azt a verziót kiverni a fejéből. Amúgy is jobban jár mindenki, de ehhez ennek a tanulmánynak a megértéséhez mindenképp szükséges lesz arra. Látjuk, hogy Jáfetnek volt 7 fia, ezek Gomer, Mágog, Madáj, Javán, Tubál, Mesek, Tirász. Azután felsorolja még Gomer fiait, aki Askenáz, Rifát, Togarma, ezután pedig Javánt részletezi, aki Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. Ahogy mondtam, első krónikák, Divri Hayemim, szintén felsorolja az első fejezetben ugyanezt a táblázatot, és gyakorlatilag szó szerint ugyanazt olvashatjuk itt is. Nem részletezi tovább, csak Gomer és Javán fiait. Mivel a kettő megegyezik, én megmaradnék Bereshit, vagy 1 Mózes 10-es fejezetnél. Ezikiel, Jehezikiel 38-as fejezetben szintén megemlíti Gomert és Tolgármát, de nem csak őket, hanem egy rakás másik nemzetet is. Nézzük, hogy miről van szó. És lőn Jahuának beszéde hozzám, mondván, embernek fia, vesd tekintetedet Gog ellen, és Mágog földjén, Rós, Mések, Tubá fejedelme ellen, és profétálj felőle. Ezt mondja Jahu Elohim, ímé én ellened, Gog, Rós, Mések, Tubá. Ez után arról beszél, hogy elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, kivezetlek téged, és egész seregedet, lovakat, lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis pajzsa, fegyvert viselők mindnyájan. Perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak velük mindnyájan pajzsal és sisakkal. Továbbá Gomer minden serege, Togarma háza messze északról, minden seregével sok nép van veled. Hogyha megnézzük ezt a térképet, akkor rögtön látjuk azt, hogy Izrael területéhez képest, ami ugye az Eufrátesz, a Nílus közötti terület, a földközi tenger partján egészen le a mai, ugye, Szaúd-Arábia területéig, ehhez képest északra helyezkedik el az a terület,
amelyet Jáfet leszármazottai birtokolnak. Ebben az esetben látjuk, hogy Togarma a Fekete és a Kaszpi tenger között van, Tubál egyből a Fekete tenger déli részén, Mágok pedig a Kaszpi tenger északi részén. Ez a mai volt Szovjetunió területe Mágog, Oroszország és az utód államai. Tubál pedig a mai Törökország területe. De nézzük meg, hogy mi a helyzet Mésekkel kapcsolatban. Mések szintén a mai volt Szovjetunió területén található. Érdekes módon Mágog előfordul Ezékiel 39-es fejezetben szintén, és a hatos vers így ír róla. És bocsátok tüzet Mágogra, és azokra, akik a szigeteken bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok Jahua. Most már valószínűleg lassan mindenkinek a fejében kezd kialakulni, hogy mégis merre felé tartózkodott Jáfet, de Jehezikája 39-es fejezetben a hatos vers így ír. És bocsátok tüzet Mágogra és azokra, akik a szigeteken bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok Jahua. Ugyanezt mondta, amikor Berasít 10-es fejezetben leírta, hogy hova mennek Jáfet leszármazottjai. A szigetekről beszélt, ez a szó szigeteken, ez áj vagy í, és partvidéket jelent elsősorban, vagy szigetet, szárazföldet, de az elsődleges jelentése part vagy partvidék. Amikor azt írja, hogy Jáván fiai pedig el is a Tarsiskitim, Dodanim, ezekből váltak ki a sziget lakó népek az ő országaikban. A kifejezés sziget az szintén AI vagy I, partvidék, sziget, szárazföld. Part vagy partvidék. Ugyanazokról beszél itt, Jáfet leszármazottairól, akiket aztán Ezékielben úgy említ, mint Mágog, akik a szigeteken bátorságosan laknak, vagy a szigeteken, vagy pedig a partvidéken. Nézzük meg még egyszer, is így valószínűleg jobban érthető lesz mindenki számára. Amikor azt mondja, hogy a partvidéken, vagy í, vagy áj, akkor erre gondol a Fekete-tenger déli része és az egész partvidéke, a Kaszpi-tenger partvidéke, illetve a földközi tenger partvidéke és a szigetek úgy, mint Ciprus, később meglátjuk, hogy mi az, és a görög szigetvilág, valamint azután Olaszország, az olasz szigetvilág, és legvégül Spanyolország. Azért mondja, hogy észak, hogy tudjuk, hogy nem az úgynevezett Afrika északi részéről van szó, hiszen az ki fog derülni később, hogy az egy másik népcsoport által benépesített terület, de az észak, illetve a sziget és a partvidék az egyértelmű, hogy mire gondol itt. De nem is kell annyira messzire menni, hiszen ha rákeresünk Jáfet jelentésére a konkordanciában, akkor láthatjuk, hogy Noé harmadik fia, kinek leszármazottai a föld északi és nyugati területeit népesítették be. A föld északi és nyugati területei az pontosan az, amit az imént megnéztünk. Nézzük, hogy Gómerrel mi a helyzet. Gómer pedig Jáfet legidősebb fia, Nach vagy Noé unokája, akitől az örmény néppel azonosított Togarma nemzete származik. Tehát Gómer nem más, mint Örményország, vagyis az örmény nép. Mágog, Jáfet fia, Nach vagy Noé unokája, északon élő nép. Gog földje, azt jelenti. Szóval Mágog szintén északra helyezkedett el Izraeltől. Madaj, szintén Jáfet fia, Média őse, ettől származik Média. Ez a terület később aztán Perzsiához csatlakozott. Javán pedig Jáfet fia, Nachonokája, Görögország, az Iónok, vagy a Jónok. Tubál pedig kis-ázsiai terület és nép közel Kappadókiához. Kappadócia vagy Kappadókia pedig Kis-Ázsia keleti részében található, melynek lakói árja származásúak. Mesek Asszíria területén élt, és a Musku néppel azonosították. Sokat igazából ez nem mond, hogy ki a Musku nép, de az biztos, hogy Asszíria területe szintén az, ahol az előbb kutakodtunk. Askenáz kiveséztük a múltkor, Askenáz egy északi nép, melynek pontos meghatározása egyelőre bizonytalan. A középkorban a zsidók vagy a Yahudim így nevezték Németországot, így azokat a zsidókat vagy Yahudim, akik Rajna vidékéről származtak, Askenáz.
Ha megnézzük, hogy Dodan Imről mit lehet tudni, akkor arról beszél, hogy egyesek szerint az éperoszi Dodona városával azonos, mások szerint a dardárok vagy a trójaiak értendők alatta, ismét mások szerint Rodosz. Így vagy úgy, valamilyen mediterrán nép az, akire utal a Dodanim. Száz szónak is egy a vége. A népek, amelyekről most szó van, mind Izraeltől északra helyezkednek el, és ez a mai Kis-Ázsia, illetve Európa területe, ahol mindenhol kivétel nélkül eredetileg, illetve a megszokott rend szerint az úgynevezett fehér népek laktak, akik fehér bőrszínűek. Nézzük most egy kicsit a 66 kanonizált könyvön kívül, ez pedig Josephus Flavius írása, és akinek ismerős Josephus, az tudja, miről van szó, aki nem, annak érdemes utána nézni. Josephus egy történetíró volt, egy jahudim, vagy egy zsidó történetíró, és a munkái nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy értelmezni tudjunk bizonyos részeket az írásokból, de legalábbis valamilyen fajta történelmi hátteret adjon az eseményekhez. A gyakorlatban egyébként egy krónikaként kellene elképzelni azt, amit Josephus csinált. A hatos fejezetben arról ír, hogy hogyan osztották fel a nemzetek egymás között a földet. A kezdeti időszakról beszél, és nézzük, hogy Jáfetről mit ír. A Taurus és az Amanus hegységek kezdeténél volt a határa Jáfet birodalmának, illetve területeinek. Innen aztán ők tovább haladtak Ázsia felé, a Tansis folyóig, és ezután Európába Kadizig. Josephus egyértelművé teszi, hogy Jáfet volt az úgynevezett európai vagy a fehér népcsoportnak az ős atya. Ő volt az, akik elindultak észak felé, Ázsiába, majd pedig Európa felé. Cádiz, ugye Franciaország, a mai Franciaország területe, de ez ki fog derülni a későbbiekben. Nagyon gyorsan megmutatnék egy könyvet, ez Pál és a Nemzetek, ez egy krónika a zsidó Ótestamentumról, az úgynevezett Ótestamentumról, és arról beszél, ugye, amit Josephus ír, és elárulja azt nekünk, hogy ugye Noah vagy Noé bárkája az Ararat hegyén, illetve csúcsán landolt, ami a mai Örményország területe, de ez nem is titok, hiszen Barasít 8-as fejezetben ezt egyértelművé teszi Mosé vagy Mózes is, a bárka pedig a 7. hónapban, a hónap 17. napján megfeneklett az Ararat hegyén. Az Ararat pedig nem más, mint egy hegység, és ez pedig a mai Törökország területén van, bocsánat, nem is Örményország, de egyébként meg a határon van. Ha ráhelyezzük az országokat a térképre, akkor itt balra ez a hatalmas ország, ez Törökország, és ez a kicsi, pontosan a felirat alatt az Örményország, úgyhogy kettő határán van. De a fontosabb talán az, hogy ez egy tökéletes pozíció ahhoz, hogy három irányba elinduljanak a népek. Az egyik elindul észak felé, Európába, a másik elindul dél felé, Afrikába, a harmadik pedig elindul kelet felé, illetve dél felé, Ázsia felé és Dél-Ázsia felé. Ha visszatérünk ehhez a könyvhöz, akkor látjuk, hogy ez az, amit Josephus ír, ugye az Ararát, ami Örményország és Törökország határán helyezkedik el, onnantól Kis-Ázsia felé, ami tulajdonképpen európai irány, a Taurus-Amanus hegységeken keresztül, és egészen a római tartományig, amely Szilícia néven ismert. Szilícia az nem más, mint az ősi Anatólia területe, ami a mai Törökországnak felel meg. Ha jobban megnézzük ezt a térképet, látjuk, hogy itt található Szilícia, melynek a neve, illetve bocsánat, a történelmi fővárosa az Tarsus volt, és Tarsus vagy Tarsis szintén egy leszármazottja a Jáfetnek, mégpedig Jávánnak az egyik fia, ugye Elisha Tarsis Kitim Doranim. James M. Scott így ír a könyvében, hogy ez a régió, amiről itt szó van, a Taurus, a Manus, ez a hegység, ez nem más, mint ami Izrael északi határának a részét formálta annak idején.
Szilícia ősi neve egyébként Tarsia volt, amit láthatunk itt is, a főváros a Tarsus volt, vagy Tarsus Szilíciának. Mikor az északi részen található hegyvidékről beszél Izraelhez képest, akkor pontosan a mai Törökország, Örményország, illetve a volt Szovjetunió tagállamainak területére utal, és Tarsus vagy Tarsus egyébként ez a terület itt Ciprustól északra, ahogyan Szilícia is az. Ha tovább nézzük ezt az írást, akkor megtudhatjuk azt, hogy innen Kis-Ázsiából, Európán keresztül egészen a mai Spanyolország területére Gadeiráig eljutottak Jáfet leszármazottai. Térjünk vissza a Josephus írásához, ott fejezzük be, hogy eljutottak Európába Kadizon keresztül. Kadizig, ugye ez az, amit olvastunk az előbb a könyvben egészen, ugye ott Spanyolországról beszélt, így vagy úgy, Dél-Nyugat-Európáig eljutottak Jáfet leszármazottai. Tehát, hogyha tovább folytatjuk, akkor láthatjuk azt, hogy Gómer alapította azt a területet, amelyet a görögök most, ugye Josephus idején Galáciának hívtak, egyébként a gallok voltak ez a nemzetség, de egyébként gómeriteknek, vagy gómeritáknak is hívták őket. Galácia, a gallok földje, egyébként egy kis ázsiai terület, részben gallok által benépesítve, és Augustus volt az, aki provinciává tette időszámításunk előtt 25-ben, és a közigazgatási székhelye Ankara, azaz a mai Ankara lett, ami Törökország fővárosa. Megnézzük, hogy mit ír a Smith Bible Dictionary, vagy Biblia szótár, akkor látjuk azt, hogy a Galácia bejegyzésnél egy római tartományról beszél, amely a kis-ázsiai félszigetnek nagyjából a középső részét foglalta magába. Kappadóciától, vagy Kappadókiától északra, amit már az előbb ugye megtárgyaltunk. Ami érdekes azonban az, hogy a nevét azt gall vagy kelta törzsekről kapta, akik időszámításunk előtt 280 körül erre a területre bevonultak Macedónián és Trákián keresztül, vagy Thrászon keresztül. Ha pedig megnézzük a Wikipédiát, akkor megtaláljuk azt, hogy a gallok azok egy kelta népcsoport volt, akik a kontinensen található kelta nyelvet beszélték, tehát a mai Franciaország területéről van szó. És az Alpok északi részén tűntek fel először a Szajna, a Rajna és az Elba vidékén, a 4. században időszámításunk előtt pedig elterjedtek a mai Franciaország, Belgium, Spanyolország, Portugália, Svájc, Németország déli része, Ausztria és Csehország, valamint Szlovákia területe felé. Ezek után hamarosan eljutottak Észak-Olaszországba, ez a térkép mutatja azt, amiről itt szó van, Észak-Olaszországba, a Balkán területre, illetve Erdélybe és Galáciába. Ha összerakjuk, amit eddig olvastunk, akkor láthatjuk, hogy ezek az emberek eljutottak szépen lassan Kis-Ázsiába, ahogyan itt leírták, ugye Olaszország északi része, a Balkán, illetve Kis-Ázsia, vagy Erdély, egyébként Románia. Amikor pedig ideértek, akkor nevezték el azt a területet, ami a mai Törökország középső része Galáciának, a gallokról. Szóval, ha visszatérünk oda, ahol elkezdtük, akkor láthatjuk, hogy ha Gomer volt ezeknek az őse, akkor a gallok, akik a mai Franciaország területén jelentek meg először, ők voltak a gallok, tehát Gomert az ő atyuknak tekinthetjük. Ha tovább haladunk, akkor láthatjuk azt, hogy Mágog volt az, aki a Magogites, vagy Magogitákat alapította, ez a népcsoport neve, akit a görögök Szítiainak hívtak. Egyébként a Scythes, vagy Scythian, az Szítiai tulajdonképpen annyit tesz, mint valamiféle brutális ember, a szó jelentése az ez, vagy vad. A kifejezés, hogy Szítiaiak, ugye itt Scythians vagy Scythians nem szerepel a Tanákban, a Septuagintában egyszer szerepel itt ugye úgy, mint Scythopolis, ez az egyetlen előfordulása, de az Apokrifában viszont
szerepel néhányszor, mégpedig a Makkabeusok könyvében többször. Ez pedig itt olvasható, ez ugye második Makkabeusok 4.47, így fölmentette Menelauszt, minden bajnak szerzőjét, ugyanakkor azokat a szerencsétleneket, akiket még a szkíta bírák is ártatlannak minősítettek, és fölmentettek volna, ha ügyüket eléjük viszik, halálra ítélte. Általában egyébként barbárként írják le ezeket az embereket. Hérodotosz ezeket az embereket úgy írja le, mint valamiféle vadakat, akik a Fekete, illetve a Kaszpi-tengertől északra élnek a Kaukázus hegységben. Ha visszatérünk a térképünkhöz, akkor láthatjuk, hogy ez az a terület, amiről szó van. Törökország, Azerbajdzsán, Örményország és a Kaukázus, valamint Grúzia területe, és ez az, ahol ezek a barbárok éltek. Ez mind még mindig ugyanaz a terület, ahová Jáfet leszármazottai eljutottak. Nagyszerű dolgokat nem olvashatunk róla, nomádok voltak, akik sem nem arattak, sem nem vetettek, hanem állandóan vándoroltak kocsikban, és mindenüket vitték magukkal. Ugye itt találhatók azok a bejegyzések, ahol ezután lehet nézni ezek Hérodotosz művei. Egyébként nem mosakodtak soha, megitták az először megölt ellenség vérét, ezután pedig a skalpokból különböző szalvétákat készítettek, és a koponyákból pedig ittak ezek után. Az első, minden századik hadifoglyot feláldozták az istenségeiknek, akik nagyjából megegyeztek a görög istenekkel. Időszámításunk előtt 630 körül áttörtek a Kaukázuson, és amerre jártak, elpusztítottak mindent, Médiát, Média az ugye Perzsia, vagyis a mai Irán, Asszíriát. Ezek után eljutottak Babilonon keresztül, Szírián keresztül Egyiptomba, és pusztítottak, amerre láttak és jártak. Ha megnézzük a Wikipédiát, akkor ugyanezt a területet fogja nagyjából megjelölni. A Fekete, a Kaszpi-tenger északi része, illetve ugye az Aralatok környéke Európának az északi, vagy pedig és a keleti része egészen ugye benyúlik Ázsiába ez a terület, ahol a szkíták éltek. Úgyhogy azok, akik olyan büszkék a szkíta hagyományokra, láthatják, hogy a szkíták tulajdonképpen olyanok voltak, mint valamiféle vadállatok, és amerre jártak, pusztítottak. Mágog volt tehát a szkítáknak az őse, és ezek szintén Izraeltől észak felé éltek, láthattuk, hogy mely területek azok, amelyeket a szkíták benépesítették. Ezután Madai, aki szintén Jáfet fiai közé tartozott, ő pedig a médeknek volt az őse, ez pedig már a méd bejegyzés, vagy a médek a Nemzetközi Biblia Enciklopédiában, ugye méd, mádi, az asszíriaiak, perzsák, és ez az előfordulási helyek az írásban, a kánonban ugye számtalanszor szerepelnek, különösen amit látjuk ugye Dániel esetében. Ez Dániel 5.28, Peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és a perzsáknak, ugye ez a birodalom volt az, ami átvette a hatalmat Babilon után, ez a második fenevad tulajdonképpen. Ez a médek bejegyzés, Média, Perzsia egyébként a mai Irán, Asszíria bukását követően a legjelentősebb közel-keleti birodalom, míg nem második Kürosz Perzsiához csatolta, azaz egybeolvadt Perzsiával a későbbiekben. Az egyik jól ismert királyuk az Dareios, vagy Darius volt, a méd király, és ő az, akiről ír Dániel a 6-os fejezetben többek között, amikor elrendeli, hogy újra megépítsék Jahua házát. Ők magukat egyébként Áriának hívták, ez az ismert, jól ismert Ária szó, mely annyit tesz, hogy nemes. A perzsák közeli leszármazottai voltak egyébként Perzsia mai Irán, és néhány évszázaddal korábban tűntek fel a színen. Mint az összes többi árja nemzet, először kisebb törzsekben operáltak, mindegyiknek meg volt a saját vezetője, és végül a modern Azerbajdzsán területén kötöttek ki.
Igazából végigolvasva ezt az írást, állandó háborúzás zajlott a különböző törzsek és népek között. Ami talán érdekes a későbbiekben, az az, hogy a hat törzsből, illetve hát a törzsek egyike, az árja törzsek egyike volt a mági törzs, azonban nem tudott létrejönni egy egységes árja királyság, ugyanis nem voltak képesek együtt dolgozni. Hogy nagyjából ezt az időszakot behatároljuk, az 606 időszámításunk előtt, ami egyébként az asszír birodalom bukásának időpontja is. A babilóniaiakkal kötött szövetségük véget ért Nabukodonozor hatalomra jutása kor. A méd birodalom eltűnt 546-tól, ami ugye Círus vagy Círus hatalomra jutása, és ezután már csak a perzsa birodalommal együtt említik. A görögök azonban továbbra is méd birodalomnak hívták ezeket az embereket. Az izraeliták többször is eljutnak Médiába, fogságba, vagy ilyen-olyan módon, és Dániel könyve, Eszter könyve, a Makabeusok könyve mind-mind említést tesz ezekről az eseményekről, Josziphus is ír erről, de Apostolok cselekedetei második fejezetben, a 9. versben szintén megemlítik a médeket, ez az utolsó hely, ahol a kánon említi őket. Még az az érdekes, hogy az árja fajok tulajdonképpen folyamatosan harcoltak a szemita fajokkal. Én a fajt itt idézőjelbe tenném, inkább népnek használnám, és szerintem jobban tenné mindenki, ha ebben gondolkozna a jövőben, a faj helyett inkább nemzet, hiszen az írás nem különböztet meg fajt, az írás nemzetet különböztet meg az alapján, hogy ki kinek a leszármazotta. Szóval láthatjuk azt, hogy az árja, vagyis Jáfet leszármazottai külön népcsoport voltak a szemitáktól. Ha megnézzük a Wikipédián a méd birodalmat, ugye ez Madály leszármazottai, ez a térkép 678 és 549 között mutatja a birodalmat időszámításunk előtt, ugye ekkor a Fekete és a Kaszpi-tenger déli része, és belenyúlik ugye Dél-Kelet-Ázsiába ez a terület. Egészen a Perzsa-öböl, illetve az Arab-tenger északi része felé. Ezek voltak ugye a médek, azok az a nemzet, akit médnek hívunk. Ezek után Javán, vagy Ionia pedig a görögöket foglalja magába. Szóval a mai görögöknek az elődje volt Javán, vagy Ionia. Tubál leszármazottai pedig ugye az Iberes, angolul ez a kifejezés, meg fogjuk nézni, hogy kik ők. Tubál egyébként Mesekkel van általában együtt említve, együtt jelennek meg, de Javánnal is előfordul. Josziphus egyébként őket az ibériaiakként, illetve a kappadóciaiakként azonosítja. Herodotosz azonban Tibarennoi és Maskhoiként említi, míg az asszír krónikákban Tabali és Muski-ként jelennek meg. Ha megnézzük a Wikipédiát, láthatjuk, hogy ez a Tibareni, ez nem más, mint a Fekete-tenger keleti, délkeleti partvidéke, ez, ami Ibériaként van emlegetve itt. Ők azok, akik Tubál leszármazottjaként szerepelnek az írásokban. Muski pedig nem más, mint Mesek, aki ugye már megbeszéltük korábban, hogy a grúz területekről származó népcsoport. A mai Grúzia területéről. Ha megfigyeljük egyébként a leírását Josziphusnak, akkor látjuk, ugye itt ez Mesek, a kappadóciaiak, és aztán folytatja tovább az összes többit, megnevezi, eljut egészen Ciprus szigetéig, Szetima volt a neve, Kitim, és ami azok a területek, melyeket említ és leír, összefoglalva, legjobban talán ezen a térképen jelennek meg, ugye, elkezdődve Javannal, Magog, Tubal, Madai, Mesek, Gomer, Togarma, és ezek későbbi leszármazottai mind-mind egy helyen tömörülnek, ez pedig a mai Törökország területe, a Fekete-tenger
illetve a Kaszpi és a Mediterrán tenger partvonala, pontosan úgy, ahogy mondta, hogy a partvidék lakói. Ezek aztán innen vándoroltak tovább Európa felé és benépesítették azt, így alakult ki a mai Európa, illetve Ázsia északi része és Kelet-Ázsia, hogy mindenki, aki ott él, az egyfajta árnyalatú bőrszín tekintetében is, az pedig világos. Ez pedig itt már Jubileumok könyve 8. fejezet, 11-es vers így szól. Előhívta fiait, ugye ez Noé, akik eljöttek hozzá, ők és gyermekeik, és sorsot vetve osztotta fel közöttük a földet, ami szerint vette fel három fia osztályrészét, és kezüket kinyújtva magukhoz vették Noé öléből az írásokat. És az írás szerint Semnek a föld középső része jutott örök részül. Ez az, amit a föld középső részének hív, ez Izrael területe és a Eufrates, illetve a Nílus közötti terület, melyet elfoglalhatott maga és gyermekei számára az örökké valóság nemzedékein át. A Ráfa-hegység középrészétől, Tína folyó vizének öblétől, része annak a folyónak mentén folytatódik nyugat felé, addig nyújtózik, míg a folyó eléri a nagy mélység vizeit, melyből ez a folyó tovább folyik, és a Meát tengerbe önti vizeit, és a nagy tengerbe folyik. Minden, ami észak felé van, az Jáfeté, minden, ami dél felé esik, az pedig Hámhoz tartozik. Ugye itt Sém van írva, de ezt elírták, ezek Hámhoz tartozik, Sémé a közepe, Jáfet észak, Hám dél. Jáfetnek jutott a harmadik rész a Tína folyón túl, a folyó vizeinek kiáramlásától északra kiterjedt északkeletre Gog egész tartományáig és minden onnantól keletre fekvő országig. Terjed északi irányban és tart tovább Kelt hegyeig észak felé, Maug tengerének irányába tovább egy Gadír keleti részéig egészen a tenger vizeinek területéig. Gyakorlatilag ugye a mai Törökország, a két tenger közötti terület és az azok körül elhelyezkedő részek. A partvidék, ahogyan azt megmondta Bereshit 10. fejezetben. Ez az a föld, ami jutott Jáfetnek, ugye itt még jobban kitér a részletekre, de mivel nem akarom az összes helyet felderíteni, hogy mi micsoda, ezért úgy, ha összerakjuk, akkor látjuk, hogy nagyjából ugyanarról beszél minden leírás. És azt mondja, hogy ez az a föld, ami jutott Jáfetnek és fiainak örökségül, hogy birtokolja magának és fiainak nemzedéken át örökké, öt nagy sziget és egy nagy földrész északon. Hogy pontosan mire gondol, azt nem tudom, mikor öt nagy szigetről beszél, de hogyha megnézzük ezt a térképet, akkor az öt nagy sziget lehet akár ez az öt sziget itt, és az egy nagy földrész, ez pedig észak, úgy mint Európa. Az öt nagy sziget könnyedén lehet ugye Ciprus, Kréta, Szicília, Szardínia és Korzika, míg ugye az északi terület pedig ez a földrész, amiről beszél, de ha visszatérünk Jubileumok könyvéhez, a 30-as vers így szól, de annak földje hideg, míg Kán földje forró, Sém földje pedig változóan forró és hideg. Azaz, ami hideg, amire arra gondol, hogy hideg, az gyakorlatilag a mai Európa területe, hiszen ha összehasonlítjuk Sém területét, ami ugye ez a terület itt, és Hám területét, akkor ahhoz képest Európa hideg, Hám területe ahhoz képest meleg, míg ez a terület egyaránt meleg és hideg. Amikor megnézzük azt, hogy Jáfet szétosztja az örökségét, akkor látjuk azt, hogy Gomernek jutott az első rész, a Tína folyó északi oldalától keletre, és északon jutott Mágognak, észak minden belső része, amíg eléri a mért tengerét. Madajnak jutott részül, amit birtokol, két testvérétől nyugatra, a szigetekig és a szigetek partjaig. Ugye ezek lehet, hogy csak partvonal inkább, mint hogy szigetek. Jávánnak jutott a negyedik rész, minden sziget és szigetek, amik Lúd határának irányában vannak. Ezek azok a területek, melyeket először leírt Gog, Magog és Gomer, amiről beszél. Ezek után pedig Lud, itt ezek valószínűleg, amiről beszél ugye Jáván a görögök, ez a sok kicsi sziget és az, ami belóg, ez a terület a tengerben, mint félsziget. Mésekei a hatodik terület, a harmadik földnyelven túl minden terület, ami
amíg eléri Gadir keleti oldalát, Tirásznak jut a hetedik rész, a négy nagy sziget a tenger közepén, ami elér Kám részéig, és Árpaksát fiainak sorsrészül jutott ugye ez a Kamaturi sziget. Ez aztán ember a talpán, aki kihámozza, hogy ezek mik ezek a területek, de a helyzet az, hogy amit tudunk, az alapján egyértelmű, hogy Európáról beszél, illetve mindenféle olyan régióról, ami a Kaszpi, Fekete-tenger és a Földközi-tengertől északra van, illetve azok környékén terül el. Ezért is jellemző úgy, hogy ez hideg, természetes az, hogy a mediterrán országokban más az ég alatt, mint Európa nagy részében, de sem területéhez képest ez mindenképpen egy hidegebb éghajlat. Most, hogy tudjuk, hogy ki Jáfet leszármazottai, hova vándoroltak, melyik terület volt az övéké, szerintem mindenki számára nyilvánvaló kell, hogy legyen az a tény, hogy ezek az emberek nem lehettek színes bőrűek, hiszen az európaiak ma nem azok. És ha az éghajlatot figyelembe vesszük, és mindazt, amit eddig tudunk, akkor láthatjuk, hogy azok, akik világosabb bőrszínűek voltak, észak felé vándoroltak, a sötétebb bőrűek dél felé vándoroltak, és az, ami a kettő közt volt, megmaradt azon a területen, ami ma a Közel-Kelet. Így viszont egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára, hogy azok az emberek, akik ma Izraelben élnek, nem lehetnek sem leszármazottai, illetve nem lehet az igazi Izrael. Így, amit mondott Bereshit 9-es fejezetben Noé, hogy terjessze ki Jahua Elohim Jáfetet, és lakozzék Sémnek sátraiban, ez egész más megvilágítást nyer. Hiszen ma valóban kiterjesztette Elohim Jáfetet, az egész világot uralja tulajdonképpen, és igenis ő lakozik Sémnek sátraiban azon a területen. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.